vendégek részéről Horváth Bernadettet, illetve Tusics Krisztián. A hazaiak részéről pedig Szarai Magyart és Mesztényi Róbertet. Bernadett, Hornát hozzáfordulnék először. Igazán pont erősen játszott fel, főleg a végén. Volt az elején egy jó perces, és aztán a végén. Viszont ez nem volt pedig a győzelemhez. Ezt jól mondod. Őszinte legyek, nagyon csalódott vagyok, mert már készültünk és megbeszéltünk dolgokat, amit nem nagyon sikerült teljesítenünk, és konkrétan ott néztek minket hülyének, ahol akartak. A védekezésben nem koncentráltunk. Nagyon fiatal csapat vagyunk, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat kell még tanulnunk, főleg csapatjátékként, hogy egy csapatként tudjunk védekezni. Sorry. 20 points, 15 rebounds. Massive. It's a massive double-double. How did you feel about the game? I just want to thank my teammates for today. I mean, they got the ball in the post with me. I'm just happy for my team and, you know, coach putting us together. It's been really, really tough this past few days because we have some injuries on the team, and sometimes we don't even have enough people to, you know, practice. So he has to deal with that, and, you know, just coming up and getting this win is really, really great. I'm glad we won. Ugye 20 pont 15 lepattanós kemény dupla-duplát hozott Szara, és azt nyilatkozta a mérkőzésről, hogy elsősorban a csapattársainak tartozik érte hálával, hiszen nagyon sok labdát kapott a testében, és ebből jó lehetőségei voltak, és kiemelte a vezetőedzőt, hogy hálás neki is, hiszen elég nehéz héten van túl a csapat, több sérülés, betegség is hátráltatta a csapatot, és mégis sikerült összeadni a társaságot, hogy egy ilyen jó teljesítményt kellett ki belőle, és ezért rendkívül boldog. Olyan lábos, hogy tetszik majd. Igen. Azért jól gondolt, hogy he asked that he will go to play in January 2. Jó. Az ellenfél vezetőedzőhez fordulnék most. Az első 5 percben dobtatok 20 pontot. És utána fél idő 15-öt maradik 15 percben. És ez azért meglehetősen rányomta a végét a mérkőzésre, azt hiszem ott ment el. Hát picit hosszabb leszek, és először is gratulálok a Pace csapatának, mert azt gondolom, hogy a létező összes hibánkat kihasználták, amit ma csináltunk. Nehéz belekötni a támadó játékunkba, mert továbbra is azt gondolom, hogy kb. 15 üres hármast és üres helyzetet csináltunk magunknak a mérkőzés folyamán, és legfőképp az első félidőben. Ugye egy dobó csapat vagyunk, kevés belső gólunk van, ezeket nem tudjuk bedobni, és azt gondolom, hogy ezen a szinten, hogyha fejlődnek a játékosaink és be fogják dobni az üreseket, akkor egy ilyen mérkőzésen idegenben meccsbe tudunk maradni. Ha nem, akkor ez lesz a végeredmény, hogy gyakorlatilag egy könnyen győzelmet aratott az ellenfél ellenünk, és nem tudtuk bedobálni a helyzeteket. Emellett, ami nagyon szomorú, hogy ismételten egy mérkőzésen 20-szal elbuktuk a lepattanó csatát, és dupla annyi lepattanó szedett az ellenfelünk, mint mi. Ez mutatja, hogy megint puhák vagyunk, és nem megyünk el a lepattanó, nem akarunk védekezni, és ez probléma. Úgyhogy második fél évben mindenképpen ezen változtatnunk kell, mert így nem fogunk tudni, nem a idegenben, még hazai pályán is nehéz lesz mérkőzéseket nyernünk. És azt meg hozzá kell tennem, hogy az ellenfélnek ugye volt egy klasszis irányítója, aki lényegében lejátszotta az egész mérkőzést. És ami öröm, hogy egyetlen pozitívum szerintem, hogy a mellettem ülő Horváth Bernadett azt a játékot produkálta, amit én várok tőle, és bízom benne, hogy a többi fiatal játékos is fel fog nőni erre a szintre, és akkor fogunk tudni mérkőzést nyerni. Akkor Mesztényi Róbertet kérdezném. Én azt gondolom, hogy te is szorosabb érkezésre számítottál. Igen, mindenképpen szorosabb meccset vártunk.
Én azt gondolom, hogy ez fontos mérkőzés volt a mi számunkra is. És mint a Szara mondott, hogy itt egy hete vagyunk, gondolom, mi két hónapja vagyunk a problémákban, a sérülések miatt, a betegségek miatt. És nagyon nehezen tudunk teljes csapattal edzeni, illetve még mindig nem tudunk. És ez nagyon nagy baj, mert a csapat nem tud fejlődni. Tehát mi nagyjából ugyanazon a szinten tudunk játszani, mint amikor elkezdtük szinte a bajnokságot, és ez nagyon nagy baj. Az ellenfelünk egy nagyon, nagyon fiatal és azt gondolom nagyon üde színfoltja a magyar női bajnokságnak. Nagyon sok tehetséges játékosa, és azt gondolom nagyon sok perspektíva van ebben a csapatban, és azt gondolom, hogy nagyon sok meglepetést fognak még okozni ebben a bajnokságban is. Úgyhogy mindenképpen a fiatal kollégámat arra biztatom, ha ezt megtettem, hogy nagyon jó úton haladnak, nagyon jó kosárlabdát játszanak, és mindenképpen meg lesz eredményeik, azt hiszem nekik is. A mi játékosaink azt hiszem felmérték azt, hogy ez mennyire fontos mérkőzés nekünk, és kihasználtuk, amit mondott a Krisztián, kihasználtuk a hibáikat, nagyon sok váltást tudtunk úgy megjátszani mismatch szituációkban, és jó ütemben, amiből mi könnyen tudtunk kosaradni, vagy esetleg olyan dobóhelyzetünk volt, amit be is tudtunk dobni, ugye ez lényeges kérdés, itt elhangzott, hogy ők kicsit rosszabb dobóformában voltunk. Én azt hiszem, hogy a mai nap mi higgadtak voltunk, és jó formában dobtunk, és el tudtuk dönteni azokat a helyzeteket, amik a mi nyavunkra hozta ezt a mai mérkőzést. Köszönöm szépen. Van ez a kérdés, nekem egy lenne. Nem lehetett volna a Bújdosó Nóvéra kicsit nagyobb terhet tenni, hiszen mondjuk ő az egyik legrutinosabb a csapatban, és talán ő is tenni legjobban a pécsi csapatot. Megmondom őszintén, azt gondolom, hogy így is túl megtehetünk rajta. És ugye volt neki egy betegség, ott a Velac meccsen, hogy elájult, és azóta nincsen 100%-os állapotban, és úgy vállalja hétről hétre az edzéseket, mind a mérkőzéseket. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy nem 100%-os, és akkor így, oké, így is túlzott teher van rajta, amit szeretnék róla mérkőzésről mérkőzésre levenni. Sajnos még ott tartunk, hogy ez nem mindig működik, így bízni kell a rutinos játékába, de nincs olyan állapotban, hogy még nagyobb terhet tegyek a nyakába. Bocsánat, így érthető a dolog, mert ezt nem tudtam, ezt a hátteret, csak választottam a pécsi csarnok neki majdnem, hogy hazai történet, és azért az legrutinosabb a csapatban. Nagy teher van. Külsőként azt vártad volna az ember, hogy talán ő az, aki el tudja vinni a csapatot így a vállán. Hát, hogyha ez volt az előtt játék, akkor köszönöm. Nincs tudom, nagyon szépen köszönjük, és kellemes ünnepeket neki. Merry Christmas! Thank you! Merry Christmas!